Hilda vagyok, és a mai videóban arra fogok beszélni, hogy melyek azok a dolgok, amik, hogyha sokszor vannak benne egy történetben, vagy igazából egyes esetekben csak, hogyha úgy magukban benne vannak a történetben, akkor nekem az olvasás élményem attól rosszabb lesz, vagyis hogy mit nem szeretek egy történetben, röviden. Na. Igazából sok minden van, ami nálam befolyásolja azt, hogy mennyire fog tetszeni egy történet, és igazából egy nagy faktor van, ami számomra döntően befolyásolja, hogy egy könyv nekem tetszeni fog-e, vagy sem, az pedig a szerelmi szál és a romantikus része a dolognak, mert nálam ez úgy néz ki, hogy egyrészt nem szeretem, hogyha egy könyvben, még akkor is, hogyha romantikus könyvként van feltüntetve, és tudom, és úgy megyek neki, hogy ez egy romantikus könyv. És még akkor sem szeretem azt, hogyha ez a nyálas, csöpögős, leírós romantikus. Tehát amikor az elektromos részhez futkároznak az emberek hátán, és ilyesmi, és társai vannak benne, attól nagyon gyorsan falhoz tudnék vágni egy könyvet. Most az obszidiános könyveimre nézek csúnyán, mert ez az volt, és nem tudtam teljes mértékben, hogy azokban például az lesz, mert tudtam, hogy romantikus könyvek, így félig meddig, de arra nem voltam felkészülve, hogy egy csók jelenet két oldalon át fog tartani. És igen, ez szintén egy olyan pont, hogy nekem elég, hogyha csak leírják azt, hogy ők most csokolóztak. Nem kell leírni ezt három oldalon keresztül, és közben még kiiktatnak egy számítógépet is. Én lényegében azt szeretem, hogy ha a romantikus szál az csak ilyen kis puhán érintve van, és vannak szívmelengető kis jelenetek, de nem szeretem ezt a nagyon arcbatolós, telibe romantikus dolgot. Azt kerülöm, mert hogyha meglátom, hogy egy könyvben olyan van, akkor az automatikusan ilyen, jó, akkor ezt nem olvasom el. Mert a könyv 3/4-e úgyis arról fog szólni, szóval minek olvasom el, hogyha az a része pont nem érdekel. Másik ilyen dolog, ami azért szerintem viszonylag népszerű, a szerelmi háromszög. Mert a szerelmi háromszögtől borsodzik a hátam. Bármint az olyan fajtától, ami például az Éhezők viadalában is van, mert attól ki tudnám kaparni néha a szememet. Tehát ez a főszereplő hölgyikénk félig meddig együtt van mind a két sráccal, de igazából nem tudja, hogy melyik tetszik neki. Aztán végül az egyikkel összejön, de aztán nem is akar. Nem. Nem. Ami még ez a romantikus dologhoz tartozik. Azt utálom még nagyon, hogyha egy könyv elmegy abba az irányba, hogy a romantikus szál és a szerelmi szál lesz a fókuszpontja a történetnek, pedig eredetileg nem az volt. Tehát most itt gondolok arra, hogy van egy, mit tudom én, egy fantasy történet, vagy akármilyen másik kategóriájú történet, ami alapvetően nincsen a romantikus kategóriába besorolva, de tudni, lehet, hogy van benne romantikus szál. És az a romantikus szál, az az első oldaltól kezdve átveszi az irányítást, és maga a történet, amire én alapból befizettem a könyv elkezdésekor, maga a történet az elveszik, és így 10 oldal alatt lesz megoldva az a része, ami engem érdekelt volna, és közben meg a két szereplő, lehetőleg a két főszereplő pedig ilyen 300 oldalon keresztül szenved egymással, hogy ők most halálosan szerelmesek, de nem, és nem tudom, és az nagyon fárasztó tud lenni. Az valóban. Az tényleg olyan, hogyha meglátom egy könyvnek a főszövegén, hogy van benne ilyen romantikus szál, és az az első dolgom, hogy megkeresem a negatív értékeléseket, és megnézem, hogy na most ez a romantikus szál a könyv 90%-át teszi ki, vagy csak a könyv 10%-át. És hogyha a 90%-át, akkor szintén nem teszem fel a várólistámra, és így kihúzom, hogy valaha is el fogom olvasni, mert nem, az a része engem nem érdekel. Másik dolog, amire rájöttem, hogy nagyon nem szeretem, az az instant szerelem, és ezre akkor jöttem rá, amikor elolvastam a Napis csillagot, mert abban így estek egymásba szerelembe, és nem. Nem, az nem tetszik. Másik dolog, ami nagyon irritáló tud lenni, és azt hiszem, most már egy romantikus, igen, most már egy romantikus vonalat így elhagyom. Másik dolog, ami engem kifejezetten tud irritálni, amikor 100 oldalon keresztül a történetben nem történik semmi, de úgy nem történik semmi, hogy tényleg nem. Tehát a szereplők nem indulnak el se jobbra, se balra, se előre, se hátra, semmilyen irányba, hanem 100 oldalon keresztül csak így az alaphelyzetet vázoljuk föl, és tényleg semmi nem történik, és lehet, hogy még 100 oldal után se, hanem
csak így a könyv felénél is. És az nagyon le tudja számomra húzni az olvasási élményt, mert végig csak azon kattogok, hogy mikor fog már valami történni. És még mindig nem történik, és még mindig nem, és mikor történik végre valami, már egyszerűen nem tudok izgatott lenni, hogy vajon ebből mi lesz, mert már elfáradtam a várakozásban. Erről már valamennyire beszéltem, de az, hogy amikor van egy történet, és annak ugye a megoldása lenne maga a története a könyvnek, valami konfliktus, vagy akármi, és az egész az utolsó 10 oldalon, másfél oldal alatt megoldódik, és happy end, és minden jó, és minden boldog, és közben semmi más nem történt, ami így a történet megoldására utalt volna, csak tényleg ez, hogy az utolsó 10 oldalon megoldódott a történet. Erre példa Matt Haig-től a Ha megáll az idő, vagy tudom is én a magyar címét, az egyetlen történetszál, az egyetlen cselekményszál, ami érdekelt volna, a könyv legvégén 10 oldal alatt megoldódott. Nem voltam ideges. Nem. Szintén ehhez a Matt Haig könyvhöz még hozzá tudnám kapcsolni, hogy ami még nagyon idegesítő, amikor a szerző per a könyv narrátora, hogyha egyes szám első szemében van írva a könyv, átmegy bölcseleti tételekbe és filozofikus gondolatokba, és azzal árasztja el alapokat. És semmi másról nincsen szó oldalakon keresztül, csak ezekről az egyébként nagyon szép gondolatokról, amik viszont engem azért hagynak hidegen, mert én nem egy filozofikus könyvet akartam éppen elolvasni, hanem egy izgalmasnak ígérkező történetet, ami semmi másban nem áll, csak arról, hogy itt a Matt Haig könyv kapcsán, hogy az időről filozofálunk. Nagyon fárasztó volt. A következő dolog, amit mondok, hogy nincs karakterfejlődés, és hogyha nincs karakterfejlődés, az nem egy jó dolog. Tehát alapvetően így minden könyvben most már azért szerintem azért valamennyire követelmény, hogy legyen karakterfejlődés, és egy karakter a könyv elejéhez képest eljusson valahová a végére. Most ez lehet akár negatív irány is, hogyha a könyv éppen arra akar elmenni, de valamilyen karakterfejlődés muszáj. És hogyha nincs, az olyan, mint hogyha egy olyan könyvet olvasna az ember, amiben igazából nem történt semmi. Mert oké, hogy voltak benne események, de azok nem vitték előre magának a karakternek a jellemét. Ami miatt kicsit óckodni szoktam így az ifjúsági könyvektől, vagy hát az ilyen olyan ifjúsági könyvektől, amiben van a nagyon átlagos, tényleg nagyon egyszerű, nagyon átlagos főszereplő, akit valamilyen hatalmas feladatra kiválasztanak, és azonnal szuper ereje lesz, és mindenre megoldást talál. Ez egy ilyen tipikus klisé, amit nagyon nem szeretek. Az se éppen a kedvencem, amikor egy könyvnek az az előre lendítő mozzanata, hogy a karakterek egymással folyamatosan drámáznak, ahelyett, hogy megbeszélnék a dolgokat, és így meg tudnák oldani a problémáikat. Nekem van egy ilyen icipici problémám a hasonlatokkal, metaforákkal és társaikkal, mert néha olyan képtelen képzett társításokat tudok látni egy könyvekben, ráadásul néha nagyon sokat, most Cassandra Clare-re nézek, mert a Végzet erekéjében annyi volt, és olyan hihetetlenül túl bonyolultak és lehetetlenek és képtelenek és számomra összeegyeztethetetlenek voltak, hogy már nem bírtam. És a 300 oldalas könyvekből így 200 erről szólt, mindegy, zárójeles megjegyzés, szóval mostanában olvastam egy ilyet, hogy a sóhaja úgy ölelte körbe, mint egy pokróc, vagy nem tudom, hogy volt, és ne. Én ezeket, ez így valahogy bennem is úgy van, hogy én az ilyeneket nem szeretem. Versekben még valahogy képes vagyok eltűrni, de amikor regényekben látom, úgy valahogy borsodzik tőle a hátam. És nem tudom miért, de én ezektől nagyon irtózom. Egy másik ilyen dolog, amire így egyszer mi Jókai olvasása közben jöttem rá, amikor a Közhívő emberfiai volt a kötelező, és azt kellett olvasni, és átlapoztam kb. 10 oldalt, mert Jókainak van egy olyan rossz szokása, hogy nagyon részletekben bennően írja le a dolgokat, és amikor egy oszlopot már 3 oldalon keresztül jellemzett, és utána még volt 7 másik oldal, amin szintén ugyanazt az oszlopot jellemezte, akkor mondtam azt, hogy akkor ezt átlapozom. Szóval annyira a túlságosan részletekbe menő táj és akármilyen leírásos részeknek sem vagyok nagy rajongója. Mert el tudom képzelni magamtól is kevesebb információ alapján is a dolgokat, és
az a probléma, hogy néha van olyan, hogy elképzelek valamit valahogy, de egy idő után annyira részletesen próbálják nekem leírni, hogy hogyan kéne pontosan elképzelnem, hogy már nem tudom, mert annyira részletes, és elfelejtem, hogy mit, hogy kéne, és csak így pof, így eltűnik a fejemből a környezet és minden, amit megpróbáltam elképzelni, mert már nem tudom, hogy kéne. És az utolsó pont pedig, ami egy könyv értékét számomra le tudja húzni, amikor nagyon szájbarágos lesz, és van valami akármilyen dolog. És annyira részletekben, mert ugye menően próbálja elmagyarázni, hogy mi, miért, hogyan, meg miként történt, hogy semmit nem bíz az olvasó képzeletére, hanem tényleg ez így még így a részletes leíráshoz megy. Tehát, hogy annyira részletesen akarja neked elmagyarázni a könyv, hogy mit, hogyan kell elképzelni, és mi, hogy, miért van, hogy már annyira szájbarágos, hogy ennyire nem kell, mert nem kell az olvasót hülyének nézni, hanem lehetnek ott az olvasó fantáziájára bízott dolgok is, szóval nem kell mindent ennyire nagyon részletekben menően elmagyarázni, mert nem hülye az olvasó. Ezek azok a dolgok, amik engem könyvekben kifejezetten idegesíteni tudnak, de ez természetesen én vagyok, mások másokat nem szeretnek, mások másokat szeretnek, én ezeket tényleg nagyon nem szeretem. Hogyha nektek is lenne ilyen nagyon jellegzetes dolog, amit könyvekben nem szívesen látok, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy mi az. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!